Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. június 18-án, kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Író-olvasó találkozó. Kórusok éjszakája. Újra Mezőtúra látogatott Sándor Anikó írónő, aki a Városi Könyvtár által szervezett író-olvasó találkozón osztotta meg vendégeivel az első könyvének megjelenése óta eltelt 13 év élményeit. Az El Camino zarándokút megtételéről szóló műve óta 16 könyve jelent meg, és az ott szerzett tapasztalatait életének számos területén tudta kamatoztatni. Ezekről kérdeztük az írónőt. Sándor Anikó írónő látogatott el hozzánk Mezőtúrra, a Mezőtúri Városi Könyvtár meghívásából, és egy nagyon átütő előadás, illetve beszélgetés keretein belül adta át az olvasói számára az ő tapasztalatait. Mit tudhatunk, hogyan érezte magát, illetve pontosan mivel készült a mai napra, mit hozott el ide? Az összes emlékemet, élményemet az elmúlt 13 évből, amikor az első könyvem, az El Camino megjelent. Nagyon jó közönségem volt, nagyon szeretem, amikor igazi érdeklődés látszik a szemekben, és itt ez történt. Nagyon egyébként készülni én nem szoktam ezekre az alkalmakra, mert hiszen minden itt van a fejemben, ami történt. Ezek a könyvek általában valós történetekről szólnak, tehát nem kell nagyon gondolkodnom, hogy hú, mi is volt ott, mert tudom, mert átéltem. Ha jól tudom, akkor körülbelül 13 évvel ezelőtt vett részt az El Caminón. Milyen tapasztalatokat gyűjtött ott, mit tudnám mesélni erről nekünk? Azt mondják, hogy azon az úton a csodák tényleg megtörténnek, és hogyha azt mondom, hogy ez tényleg így van, akkor ezzel mindent elmondok. Az egy nagyon különleges hely. Ugye, aki oda elmegy, mindenki valami jobbat akar kihozni magából, az életéből, a világból, és ezzel az úton nyomokat hagy. Tehát, hogy mondjam, ott hagyja lenyomatát ez a sok pozitív gondolat, úgyhogy ott tényleg nagyon különös dolgok történnek. Nem mondom azt, hogy menjenek el, mert akinek mennie kell, az megy magától, és nem kell biztatni. Az első könyvének megjelenésén kívül milyen hozadéka volt még ennek az útnak? Az azt követő 13 év. Tehát én az első napon azt egyetlen kérdésem volt az úthoz, hogy hogyan tovább. Én akkor váltottam munkahelyet, hát nem váltottam, mert nem mentem másik helyre, akkor hagytam ott a munkahelyemet, akkor határoztam el, hogy új életet kezdek, és ez volt az egyetlen kérdésem, a hogyan tovább. És azóta 16 könyv jelent meg. Ugye a közeljövőben várható esetleg egy újabb könyvének a megjelenése, illetve hol tudjuk az ön munkásságát nyomon követni, hol tudják az olvasók önne felvenni a kapcsolatot? Van nekem egy Facebook oldalam, aminek meglepő módon az a címe vagy neve, hogy Sándor Anikó szerzői oldala, és ott tényleg én írok, tényleg én válaszolok, tényleg elolvasok mindent, van ott majdnem 40 ezer ember, és ennek ellenére mindenre válaszolok, és mindenkinek én. Tehát ott várok nagy szeretettel mindenkit. Most készül a Falusi Camino című könyvem, ami az én legújabb kori életformámról, a falusi életről szól. Köszönjük szépen, sok sikert és jó egészséget kívánunk Önnek a jövőben. Köszönöm szépen. Június 15-én először rendezte meg a Vivace Kamara Kórus a Kórusok Éjszakája elnevezésű programot a Túri Fazekas Múzeumban. Leginkább Budapesten hagyomány már évek óta az éjszakában nyúló közös éneklés, és ezt a hagyományt szeretné megteremteni a lelkes énekesekből álló csapat itt Mezőtúron. A rendezvényről a Vivace Kórus vezetője Csiderni Csizi Magdolna nyilatkozott. Yeah.
Június 15-én a Tóri Fazekas Múzeumban a Vivace Kórusok Éjszakája elnevezésű koncertet ad. Mit tudsz elmondani? Mi előzte meg ezt a programot? Hogy jött a gondolat, hogy ilyet szervezzetek? A Kórusok Éjszakáját már évek óta szervezik, főleg Budapesten, budapesti helyszínekkel. Ha jól emlékszem, akkor múlt héten volt Budapesten valóban éjszakában nyúlóan koncert. Több budapesti kórus gyűl össze Budapest különböző helyszínein, és ott adnak ilyen rögtönzött, hát leginkább a vidámságos koncertet. És úgy gondoltuk, hogy hát ha Budapesten meg lehet rendezni, akkor itt is megrendezzük, és hát vannak vendégeink, az egyik vendég az a Retour Fúvós zenekar, illetve a Szónó Felicsi ének együttesből is néhányan ma csatlakoztak hozzánk a legnagyobb örömünkre. Milyen művekkel készültettek a ma estére? Na ez az, ami titok, és a módja is titok, úgyhogy ezt nem árulom el. Ebből szeretnétek hagyományt teremteni? Természetesen, természetesen. Ilyenkor június elején, amikor már mindenki várja a nyarat, és készülődik a nyaralásra, akkor még egy utolsó öröméneklésre hívunk sok mindenkit. Reméljük, jövőre még több énekes tudunk ide csábítani. A közeljövőben milyen programok várnak még a Vivace-re? Hol fogtok fellépni? Mire készültök? A szomszédos településeinken vannak meghívásaink, vagy településeinkről vannak meghívásaink, de ugye a legnagyobb megmérettetés az most majd augusztus 19-én vár ránk, Kalocsán. Akkor egy minősítő hangversenyen fogunk részt venni. Hát 2017-ben minősültünk utoljára, úgyhogy épp itt az ideje. A mai estének mi a célja szerinted? Mit szeretnétek ezzel elérni? Az, hogy mindenki jól érezze magát, és énekeljünk egy jót. Te is, Adri! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!